A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a fehérvári beszélgetéseket látják. Mai vendégem Lengyel Zsófia, Székesfehérvár esélyegyenlőségi referense, akivel nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni. Szeretném, hogyha egy picit több időnk lenne vele foglalkozni, és egy picit jobban meg tudnák Önök is ismerni Zsófit. Úgyhogy szeretettel köszöntelek itt a műsorban. Én is téged, és köszönöm, hogy itt lehetek, meg a nézőket is üdvözlöm. No, annyit mondtam csak, hogy Székesfehérvár esélyegyenlőségi referense, de hogyha a nézők esetleg a Wikipédiát felkutatják, akkor azért látják, hogy nagyon sok minden mással is foglalkozol. Felolvashatom, hogy mi mindent írnak rólad. Azt mondják, hogy magyar kommunikációs szakember, sikeres látássérült sportoló, média személyiség, amatőr modell, esélyegyenlőségi élharcos, inkluzív sportoktató. És még szerintem ezen kívül is egy csomó mindenről fogunk tudni beszélni. Igen. Mert hogy te egy nagyon-nagyon sokszínű egyéniség vagy, és most, hogyha rád néznek a nézők, látják, hogy mosolyogsz, csinos vagy, fiatal vagy, és igaz, hogy látássérültként éled az életed, de teljes életet élsz, és próbálsz mindenkit erre buzdítani, aki hasonló cipőben jár. Na, hogy ne én beszéljek 25 percig, most átadom azért neked a szót, hogy egy picit beszéljünk a kezdetekről. Jó, meg szerintem még mielőtt bármiről elkezdünk beszélni, a látássérülésedről beszéljünk. Elsőként arról tájékoztasd a nézőket, hogy ez milyen fokú nálad, vagy hogy kell elképzelni a te látássérülésedet? Ha azt veszük, hogy egy jól látó ember 100%-ot lát, ugye jó esetben, abból én egyetlen egy picinke százalékot látok most már, ez hivatalos papírforma szerint is. Ezt úgy hívjuk még amúgy, hogy alig látó státusz, de igazából az alig látás és a vakság határán mozog. És ha ennél is jobban el akarjuk képzelni, akkor én már igazából foltokat érzékelek, csak fény és árnyfoltokat. Nagyon-nagyon erős fényben még azért a csillogást, hál' Istennek érzékelem, a csillogó tárgyakat, dolgokat, és esetlegesen felismerek színeket is, de a saját szüleim mellett évek óta elmennék sajnos az utcán, hiszen arcot nem ismerek fel, embereket már nem ismerek fel. Úgyhogy azért ez így egy nehezített dolog. Amúgy pedig a szembetegségem az a retinitis pigmentosa névre hallgat. Ugye ez a retinán keletkezett pigmentek, foltok. Ez azt jelenti, hogy a csapok és a pálcikák az én szememen belül a retinámon maguktól születésem óta pusztulnak el. Ez egy visszafordíthatatlan folyamat jelenleg. Keresik rá a gyógymódot világszerte, de jelenleg gyógyíthatatlan. Gyengénlátónak születtem, és ugye most pedig ott tartok, ahol tartok ennél az 1%-nál. Tehát akkor ez egy vele született dolog, ami folyamatosan romlik, hogyha jól veszem ki a szavaidból, ami azt jelenti, hogy el fog jönni esetleg az az idő, amikor már egyáltalán nem látsz. Benne van a pakliban. Ez a retinitis pigmentosa, ez valahogy mindenkinél érdekes mód, ilyen más lefolyású. Tehát nagyon sokaknál kamaszkorban jön csak elő. Van olyan, hogy felnőtt, 20 éves korban jön csak és jelentkezik ez a szembetegség. Nekem az a típusa van, ami már 3-4 éves koromban észrevehető volt. 7 évesen kaptam meg ezt a diagnózist a szemklinikán, és igazából azóta sajnos ehhez társultak még plusz szembetegségek. Azt szoktam mondani, hogy nem csak a szép ékszereket, karkötőket gyűjtöm sajnos, hanem a szembetegségeket is, mert alapjáraton ez maga kettő dologgal jár, a csőlátással és a farkasvaksággal, és ehhez még csatlakozott egy úgynevezett nisztagmus, egy szemtekerezgés, ez az egy érzékelhető a szememen, a látásomon így kívülről, ha rám nézünk, hogy mozog, vibrál a szemem, illetve még egy szürke hályog is így felnőtt korban, úgyhogy a két szembetegségből 4-et csináltam az évek folyamán, de remélem, hogy ez a tendencia ebben a dologban megáll majd. Hát nem lehetett akkor könnyű egyrészt sem a szüleidnek, sem neked ezt így végig csinálni néhány éves korodtól kezdve, és szembesülni ezzel a diagnózissal. Ezt hogy értétek meg egyébként családilag? Nagyon-nagyon hálás lehetek. Ezt minden felületen, ahol csak lehetőségem van beszélni vagy nyilatkozni, mindig elmondom, hogy egy fogyatékossággal élő gyermeknek szerintem
a legfontosabb dolog az egy nagyon jó családi háttér, és egy biztos családi háttér, és én ebben borzasztó hálás lehetek. Édesanyám egy igazi anya oroszlánként, anya tigrisként mindent megtett azért, hogy egy önálló felnőtt emberré neveljen engem. Édesapám pedig megtette ehhez mindent, ami anyagilag és a háttérben tudta biztosítani ezt, hogy ez így legyen. Mai napig a segítségemre vannak, mai napig jönnek, hogyha bármi nehézségem adódik, úgyhogy hál' Istennek köztünk egy nagyon jó kapcsolat van. Biztos nehéz volt azért nekik is ezt feldolgozni, főleg talán édesapámnak férfiként. Anya belekerült abba a harci állapotba, hogy meg kell csinálni, fel kell így is nevelni. És én is megküzdöttem bőven azért a magamét. Gyermekként is, kamaszként is, és így felnőttként is azért ez a mindennapokban is tud nehézségeket okozni. Ehhez képest egy nagyon színes, vidám egyéniség vagy, és ugye az nem titok a nézők előtt, hogy ugye szoktál hozzám jönni különböző műsorokba, akár az Együtt magazinba, akár a Nálatok Mizuba, és sokszor megbeszéljük azt, hogy ezt humor nélkül nem biztos, hogy ilyen könnyen vészelnéd. Hát, és nagyon sokszor egyébként van olyan is, hogy saját magad viccelsz az állapotoddal, ami nekem nagyon tetszik egyébként, és szimpatikus, mert tényleg az van, hogy a saját kis hátrányainkból tudunk azért előnyt is kovácsolni egyébként szerintem. Igen, nekem ez volt a szüleimnek az egyik tanítása, hogy próbáljam meg a legjobbat kihozni, és a legtöbbet kihozni ebből az állapotból. Tehát ugye mondod, hogy milyen színes egyéniség vagyok, bár azért öltöztem ma direkt ilyen semleges színbe, nem viccelek, de hogy a színes egyéniség meg a vidámság mellett én mindig kiemelem azt, hogy azért egy nagyon fontos dolog, hogy nem jó így élni. Tehát ha tehetném, hogy választhatnék, hogy jólátó vagyok-e, vagy pedig látássérültként akarok élni, akkor mindenképp a jóllátást választanám. Tehát, hogy ennek azért megvannak az árnyoldalai, a nehézségei, akár a mindennapokban is, és akár felnőttként is. Például nagyon nehéz amúgy így a párkapcsolatban is. Én azt tapasztalom, és azt gondolom, hogy egy idő után kijön a különbség egy fogyatékossággal élő és egy épp ember között a párkapcsolatokban is. De ettől még a szüleim és apukám is azt tanította, ugyan közhelynek hangzik, de hogy nem mindegy, hogy nézzük, hogy félig teli, vagy félig üres az a pohár. Úgyhogy igyekszem mentén haladni az életben. Hát ez így van, és ugye nagyon jól menedzseled is a saját életedet, tehát pont most mielőtt bejöttünk ide, beszéltük azt, hogy vakon tudod kisminkelni magad, de jó, hát nyilván ez nem a legfontosabb dolog az életünkben, de egy nőnél igenis fontos, a saját kis frizurádat gyönyörűen megcsinálod, és igen, és tényleg a főzéstől elkezdve mindenben ugyanúgy ellátod magad, mint bárki más, nyilván persze nehézségekkel, De azt gondolom, hogy sokan meg lehet, hogy még ennyire sem látják el magukat. Ez megint csak a neveltetés, tehát hogy tényleg anyukámnak az volt a célja, és ezért csak hálás lehetek, hogy önálló legyek. Tehát, hogy mindenképpen, ugye sajnos ők sem, mint senki sem élnek örökké, és talán egy fogyatékossággal élőnél fokozottan fontosabb az, hogy az önállóságra neveljük, hogy tényleg el tudja önmagát látni. És nagyon büszke vagyok, hiszen én összességében 8 éve élek már egyedül, önmagam tartom fenn mind anyagilag, mind pedig a háztartásomat önállóan látom el. Tehát ugye tény, hogy a párkapcsolatok voltak, esetlegesen jöttek, mentek, de aki stabil volt ebben a dologban, és mindig egy magára számíthatott, az én voltam. És ezért így nagyon örülök, hogy ez kialakult, és igyekszem ezt azért minden napokban a fejemben is tudatosítani, hogy képes vagyok, megoldom, megcsinálom. Picit menjünk vissza a kezdetekhez, ugye egy gyermekkorhoz. Úgyhogy ilyen állapotban kellett végig küzdened magad az iskolákon, egy picit mesélj erről, hogy ezt hogy élted meg, és hogy hogyan sodródtál afelé, hogy aztán végül az életed jelentős részét azt teszi ki, hogy mondjuk azzal foglalkozz, hogy másokat érzékenyíts, és másoknak is megmutasd azt, hogy mindenki képes. Többféle intézménybe jártam, kipróbáltam a szegregált, illetve az integrált oktatást is. Nekem személy szerint nagyon-nagyon tetszett a szegregált intézmény. Ugye ez azt jelenti, hogy sorstársak között, gyengélátók között lehettem az általános iskola egy bizonyos részében. Én nagyon imádtam. Nekem olyan volt, mint egy ilyen varázsvilág. Tehát végre mindenki olyan volt, mint én. Szoktam ezzel poénkodni, hogyha egymásnak futottunk, nem volt ciki, ha az oszlopnak futottunk, nem volt ciki. Minden úgy volt kialakítva, hogy legjobb
mértékben akadálymentes legyen a számunkra. Tehát ott nekem egy ilyen kinyílás, egy ilyen megnyugvás volt az életembe, illetve ott jött be a sport, ott kapcsolódott hozzám, és ott éreztem meg a sportnak, meg a sikernek, meg az eredménynek a szelét, ami utána nagy jellemzője lett az életemnek. Az integrált oktatásban pedig a jól látó társak között mindig sokkal többet kellett küzdenem, és sajnos az például a kamasz éveimre nagyon rányomta a bélyegét. Tehát, hogy ezt minden előadáson elmondom a fiataloknak, hogy mai napig itt a szívemben fájnak azok a bántások, csúfolások, küzdelmek, amiket okoztak a jól látó társak. Tehát nagyon nehezen tudtam beilleszkedni. Aztán pedig jött a főiskola, és akkor ott próbáltam helytállni. Az, hogy szegregált intézményben jártál az általános iskolában, abból hogyan jött az, hogy integráltba mentél aztán középiskolába? Nincsen kifejezett gimnázium látássérültek számára, szakközépiskola van, és mi a szüleimmel úgy döntöttünk, és abba az irányba akartunk tendálni, hogy egy jó gimnáziumot kiválasztani, és oda bekerülni. Hát ekkor tájt jött létre az egyik mottója az életemnek, az a bizonyítok, küzdök, elérek, BKE, mert az is egy nagyon nehéz fázis volt, hogy kikerüljek a szegregált intézményből, hogy elhiggyem, hogy képes vagyok az épek között egy jó nevű gimnáziumba, két anyanyelvű gimnáziumba megállni a helyemet. Aztán sikeres volt az 5 év, mert még érettségi előtt letettem mindkét nyelvvizsgámat, és emelt szintű érettségizni is tudtam, de összességében például szociális élet szempontjából nem igazán tudtam beilleszkedni az osztályba, a közösségbe, így a látássérültség miatt mindig én voltam a fura lány, a fura csodabogár. Ha most belegondolok, hogy mondjuk nálunk is volt az osztályban hallássérült például, vagy a másik osztályunkban volt látássérült, akkor tényleg abban, tehát hogy a te oldaladról látni, ez tényleg így van, hogy bármennyire is szeretnének barátkozni, vagy megismerni, valahogy mégiscsak ez a távolságtartás, ez megvan, idegenkedés, úgyhogy hát nyilván ezért dolgozol te folyamatosan ezen. Picit akkor még kanyarodjunk oda, hogy ugye Kodolányi János főiskolára jártál, és hát kommunikációs szakos voltál ezek szerint? Igen, kommunikáció és média szakon végeztem. Ennek egy kicsit mókás története van, ugyanis én először mindenképpen jogász szerettem volna lenni, fejben már, mint én eldöntöttem, hogy én leszek a magyar doktor Szöszi, ez viccesen hangozhat, de én akkor még meg tudtam nézni ezt a filmet, sőt, még láttam is, tehát most is a képzeletemben ott van a pink ruhában a színésznő, és nagyon szerettem volna a viccet félretélve a fogyatékossággal élők jogaiért, a jogon keresztül küzdeni, vagy esetleg akár a politika irányába elmenni. Abból lett a pszichológia, egy kicsit így érzékenyebbé, finomabbá vált, és pszichológus szerettem volna lenni. És végül mégis kommunikáció és média szakon végeztem, elektronikus média szakirányon, amúgy televíziózás, rádiózás. Azóta is mindenki azt mondja, hogy a világ is jobban járt, hogy én nem pszichológus lettem, mert hogy hallgatni nem tudok, ellenben beszélni nagyon. Úgyhogy végül így kötöttem ki a kommunikáció média szaknál. És aztán gyakoroltad is ezt valamennyire, miután elvégezted a főiskolát? Igen, a jelenlegi munkámban és amúgy másodállásomban is marketing és PR témakörben dolgozom, és interjúkat készítek, csak most írásos formában, illetve mind Budapesten, mind pedig Fehérváron dolgoztam rádióknál, műsorvezetőként, és nagyon-nagyon élveztem, borzasztó közel áll a szívemhez. Valahogy nekem a mikrofon az a megtestesülése önmagamnak és annak, hogy a helyemen vagyok. Én azt szoktam mondani, hogy az a legjobb munka, hogyha az embernek sikerül megtalálni, ami hiába munka, de élvezni is tudja. És én ahányszor megfoghatok vagy egy rádió stúdió mikrofont, vagy pedig egy kézzelfogható mikrofont, hiszen mai napig műsorvezetek rendezvényeken, akkor azt érzem, hogy a helyemen vagyok, és ez nagyon-nagyon testezálló nekem. Igen, és egyébként ez azért is érdekes, mert hogy van ez a fajta állapot, amiben élsz, és mégis, hogy annyira megmered mutatni magad, ez viszont egy olyan bátorságról ad bizonyítékot. Igen, és ezt a bátorságot igyekszünk tovább is adni. A második divat bemutatómat szervezhettem Székesfehérvár városában, és én őszinte leszek, most már jobban szeretek egy kicsit így meghúzódni, és inkább a modellányokat irányítgatni, és segíteni abban, hogy ők tudjanak bátran kimenni arra a kifutóra és szerepelni, és én jó magam is meg szoktam hatódni azon, hogy na ez igen. Tehát, hogy amikor mankóval járó hölgy, vak hölgy, hallássérült
ült hölgy, kerekesszékben ülő hölgy kimegy oda, és vállalja önmagát, és vállalja, és még megismeri mutatni, hogy hello, én amúgy csinos vagyok, attól még, mert kerekesszékben ülök, én mindig elérzékenyülök, és azt gondolom, hogy ez az az irány, amit mutatni kell, például a social médiában. Igen, ugye, hogyha már így belecsöppentünk ebbe a divatshowba, ugye ez második alkalommal volt idén, ahogy elmondtad. Szerencsére az elsőn még én is részt tudtam venni, és tényleg én is bámulatosnak tartottam azt, amilyen profi készülődés volt ott a háttérben, ahogyan ez meg volt szervezve, és tényleg amilyen méltósággal ezek a lányok ott felvonultak, hogy tényleg annyira komolyan vette mindenki, mint egy bármilyen más divat, sőt, hát olyan nevek jöttek ide, hogy mint bármelyik más divatbemutatón, úgyhogy szerintem ez egy fantasztikus kezdeményezés. Lesz ennek folytatása? Mindenképpen, sőt, most már ott tartunk, hogy az eddigi két divatbemutató helyszínét kezdjük kinőni, ugyanis az első alkalmon, ugye, ahol te is jelen voltál, 8 modellel tudtunk kifutóra lépni, most pedig közel 20 modell, és most már fiú modelljeink is kiléptek, és megmutatták önmagukat, illetve a maguk szépségét és a maguk valóságát, úgyhogy idén természetesen folytatás következik, és még nagyobb helyszínen, még több közönséggel, reméljük, hogy minél többen eljönnek hozzánk. És egyébként ennek milyen visszhangja volt ezeknek a rendezvényeknek? Mindig nagyon pozitív. Most például alpolgármester úr volt az, aki eljött a rendezvényre, és beszédet mondott, illetve részt vett így az önkormányzat részéről, és mai napig, ha meglát, akkor így megütögeti a vállamat pozitív értelemben, és mondja, hogy csináljunk még ilyen divatbemutatót, mert nagyon-nagyon jó volt. Én azt gondolom, hogy mindenkinek átadja azt, ami éppen neki akkor kell a lelkének. Tehát, hogyha eljön oda egy épp hölgy, vagy eljön oda egy tinédzser, fiatal lány, és mondjuk kisebbségi komplexusai vannak, ami a mai világban sajnos nagyon sokunkat utolér, és jellemzi a hétköznapjainkat, hogy kisebbségi vagy megfelelési problémáink vannak. Eljön egy ilyen divatbemutatóra, és meglátja, hogy mankóval megy ki egy hölgy, de ragyog, tűzpiros rúzs van rajta, és mosolyog, és látszik rajta, hogy neki aztán tényleg nem lehet könnyű élete, de mégis itt van és vállalja ő magát. Azt gondolom, hogy ebből mindenki tud hazavinni olyat, ami utána építeni fogja őt. Hát ugye a sportról se feledkezzünk meg, mert hogy abban is nagyon-nagyon nagy eredményeket értél el. Ugye régebben azt mondtuk, hogy egykori parasportoló, de aztán valahogy újra visszacsöppentél, és tényleg megint azt hallottuk rólad, hogy na már megint felült a tandembiciklire, na már megint valamilyen versenyre készül. Hát most én elhoztam ki, sajnos a Wikipédiából muszáj voltam lesni, mert hogy itt annyi féle sikerek, eredmények, atlétika, paratriatlon, parakerékpár, és csak a nézőknek, hogy mutassam, hogy tényleg itt díjak, elismerések, egy ilyen féllapnyi díjat és elismerést tudnék mutatni. Tehát, hogy ehhez is egy iszonyat nagy kitartás és bátorság kellett szerintem, hogy ezt hogy tudtad megoldani amellett, hogy ugye nyilván iskolába jártál annak idején még, azért most is munka mellett is készültél különböző versenyekre, és hát nem utolsó sorban az, hogy milyen módon kell neked ezt a sportot űznöd. Hát szeretem a kihívásokat, illetve vakmerő vagyok, azt szoktam mondani, hogy ez a kettő lehet a fűszere annak, hogy beleszerettem a sportok világába. Nagyon hálás vagyok annak, hogy sportolhattam. Tehát az életemben azt gondolom, hogy az adott egy olyan alapot, hogy megtanultam a komfortzónámon kívül lenni. És sajnos az élet a jó dolgok mellett nagyon sok nehézséget is rak időnként a nyakamba, amikkel meg kell küzdenem, és ez nem menne, azt gondolom, ha nem lehettem volna válogatott parasportoló. Mondtad, hogy így becsöppenek újra a sportba, én ilyen kibecsöppenek, úgy látszik a parasportból. Mindig ott van bennem, hogy de nagyon szeretnék eredményt elérni, és mindig is hatalmas vágyam volt paralimpiára kijutni. Sajnos ez nem sikerült. Lehet, hogy ez van megírva, nem tudom, de nagyon-nagyon hálás lehetek, hiszen a parasportnak köszönhetően Ausztrália kontinensén kívül bejárhattam az egész világot. Lett egy világbajnoki bronzérmem, ahogy említetted, ezek a díjak most igazából idővel kezdenek nekem a szívemben így kivirágozni, és megmutatni azt, hogy Zsófi, azért ezeket tényleg te érted el, és ezeket te csináltad végig.
Nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy sportolhattam, és ahogy mondod, a jelenben is kíséri a sport az életemet. Idén is tervezek hazai, illetve nemzetközi kerékpárversenyen elindulni, ugye látássérültként egy jól látó segítővel. Uh-huh. És most hogy álltok akkor? Jelenleg szervizeltetés alatt állt a versenytandemem, illetve szerencsére van támogatóm a versenyzéshez, és ő neki köszönhetően tudtam még egy kerékpárt is beszerezni edzőkerékpárnak, úgyhogy most jelenleg benti edzések, erőnléti edzések azok, amik vannak. Tehát jelen van a parasport az életemben, de azért most már így két állás mellett és a hobbi, szerelem hobbi mellett, az egyesületem mellett nem a sport a fő prioritás. Na akkor beszéljünk a két állás és a hobbi szerelemről. Hát ugye azt már mondtuk, hogy a székesfehérvárosi egyenlőségi referense vagy, ami pedig azt jelenti, hogy? Azt jelenti, hogy már 8 éve az önkormányzat égisze alatt dolgozhatom, és itt élhetek a városban. Én mindkettőért szintén nagyon-nagyon hálás vagyok. Az idei évemben valahogy ez a hálaszó amúgy a legerősebb, és ez alapján szeretném az egész évemet eltervezni, és mind a karrierben, mind az életemben tovább menni. Létrehoztunk egy nagyon különleges érzékenyítő programot, ez az országban jelenleg is egyedülálló. Ez egy 45 perces tanóra, ahol nem csak egy fogyatékosságot mutatunk be, hanem a fő 4 fogyatékossággal élő csoportot mutatjuk be a fiataloknak, nagyon interaktívan, játékosan, kommunikatívan, és ami nagyon fontos, hogy amellett, hogy én oda megyek felnőtt fogyatékossággal élő látássérült emberként nekik beszélni, amellett videókon megmutatunk velük egykorú fogyatékossággal élő fiatalokat, és azt gondolom, hogy így könnyebben kapcsolódnak, hogy ja, hát ő kerekesszékbe jár, de mégis a kedvenc ennivalója neki is a pizza. Ja, nekem is a pizza, és már is tök mindegy, hogy most kerekesszékben ül vagy nem, a pizza a kedvenc étel. Tehát ezzel az érzékenyítő programokkal járjuk a városi általános és középiskolákat, immár legalább 7 éve, illetve hogyha van olyan ügy, akadálymentesítési dolog, egy új építmény, közintézmény, ahova el lehet menni, meg lehet nézni, ki lehet próbálni, hogy mennyire akadálymentes, akkor is meg szokott keresni polgármester úr és az önkormányzat. És akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy ez mennyi időt vesz el mondjuk az életedből? Ez a foglalatosság. Ez mindig attól függ, ugye, hogy mennyi iskola nyitott éppen, vagy hogy tudjuk az iskolákat beprogramozni, és hogy tudjuk őket berakni. Tanévben ugye az iskolák vannak, illetve hogyha jönnek a különböző akadálymentesítési, vagy egyéb témájú dolgok, akkor az is pluszban beérkezik, illetve nyáron például az önkormányzati gyermektáborba szoktunk elmenni, és akkor így nem szakad meg az érzékenyítés folyamata, hanem nyáron a gyermekekhez kivisszük a Bregyóba az érzékenyítést, és ott is játszunk velük, és próbáljuk közelebb vinni a fogyatékossággal élő embereket. Nagyon reméljük, hogy idővel ez azt fogja eredményezni, hogy itt a városban élő a lakosság minél jobban elfogadja a fogyatékossággal élő embereket. És akkor emellett ugye beszéltünk arról, hogy van egy kommunikációs állásod is, ugye a Veszprémi Petőfi Színházban van a másodállásod, ami szintén egy szerelem. Igen, nagyon új nekem a színház világa, tehát ez amúgy nem volt szándékos, hogy így a színház világát kerestem, vagy abba szerettem volna belekerülni. Oda is először én érzékenyíteni és előadni jártam nyári táborokba a fiataloknak, aztán jött egy ilyen lehetőség, és amúgy úgy is éreztem, hogy egy picit nyitnom kell, egy picit szeretném önmagam fejleszteni, és amúgy meg a diplomámnak megfelelően elhelyezkedni és dolgozni pluszban, illetve nagyon fontos azt is kiemelnem, hogy azért anyagilag is az, hogy két állásban dolgozom, megfizetem az árát érte, hiszen ugye két munkát kell ellátnom, de ez látássérült nőként azért ad egy stabilitást, hogy fent tudom önmagamat tartani, és hogy rendben tudok lenni. Nagyon szeretem ezt a munkát, az utazása az nagyon fárasztó, hiszen másfél éve minden héten járom Székesfehérvár és Veszprém útvonalát, úgyhogy az sokkal kimerítőbb, mint én erre gondoltam, de nagyon örülök, nagyon nagy szakmai lehetőség és tapasztalat, hogy fejlődhetek így a marketing, a PR témájában. Uh-huh. És ezt az utazást egyébként a melletted ülő Mokkával teszed meg? Mert most ezt a nézők nem látják, de természetesen van egy segítő kutyusod, aki most egy picit látszik is a képernyőn. Nagyon
cukin itt fekszik melletted, alszik. És őriz, most éppen alszik, de tényleg egy nagyon jámbor jószág, és hogy mindenhova elkísér, ugye akkor ezek szerint utazni is vele utazol? Teljes mértékben, ez szorosabb kapcsolat, mint egy párkapcsolat, hogy őszinte legyek, tehát 0-24-ben együtt vagyunk, kivétel a tandemes edzések, vagy esetlegesen, ha motorozni jártam, akkor nem tudott velem lenni, amúgy tényleg reggeltől estig és éjszakán keresztül folyamatosan együtt vagyunk, úgyhogy igen, együtt volánbuszozunk, együtt utazunk, én szoktam csak úgy apostrofálni ott, hogy ő egy utazó nagykövet kutya, mert szegény állandóan jön-megy. És hát gondolom, hogy nagyon nagy segítségedre van ugye a közlekedésben, az a velejárója, hogy ugye ő az, aki visz téged. Igen, én 10 évig közlekedtem fehérbottal előtte, hát össze sem hasonlítható. Tehát ha ne adja ég, most a kutyusom lebetegszik, vagy bármi, és fehérbottal kell újra közlekednem, nagyon nagy bajba vagyok, mert teljesen ilyen bizonytalan vagyok, hogy hol vagyok, merre kell mennem. Tehát annyival nagyobb segítség egy ilyen vakvezető kutyus, és az ő munkája, az a feladat, amit ő ellát, hogy össze sem hasonlítható már nekem. Illetve nekem nagyon-nagyon szoros lelki kötődésem is van a mokához, mert 2020-ban, amikor megkaptam, életem egyik legnehezebb időszakában érkezett, és azt szoktam mondani, hogy a hámfogójával, amit fogok, nem csak az utcán vezet engem, hanem az életben is húz engem előre, és segít nekem. Ezt jó hallani. Jó, már nagyon kevés idő van a műsorunkból, de azt semmiképpen nem szeretném kihagyni, hogy megemlítsük azt, amiben most nagyon munkálkodsz, a szerelem hobbid, ugye? Ugye van egy egyesületed, és most már úgy néz ki, hogy hamarosan egy székházat is átadtok ehhez. Igen, 2022-ben hoztam létre a Mindenki Képes Egyesületet, ez az álmom volt, a szerelem gyermekem, ahogy te fogalmaztál, az az életem mottója, hogy minden ember képes, csak mindenki másképp. És ennek nagyon szerettem volna egy közösségi teret, egy helyet, egy irodát létrehozni, és ez idén márciusban meg is fog valósulni, és nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy erre volt lehetőségem. És akkor ez mit jelent a jövőre nézve? Innentől kezdve a Mindenki Képes Egyesület a városban, a környékén, vagy akár az országban élő fogyatékossággal élőket amúgy és épeket is várja nagy szeretettel. Lesznek előadások különböző témákban, lesznek programok, mindegyik olyan, hogy például fogyatékossággal élőként gokártozni. Ugye az első mondat az, hogy hogyan lehetne hát gokártozni kerekesszékesként vagy vakként. Megcsináljuk és bebizonyítjuk, hogy ezt lehet, és ehhez hasonló programok fogják várni a tagjainkat, és azokat, akik szeretnének a Mindenki Képes Egyesülethez csatlakozni. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én bevallom, hogy a beszélgetésünk közben egyszer a fölötted lévő órára rápillantottam, és akkor teljes mértékben azt hittem, hogy 10 perce beszélgetünk, de közben elrepült a műsoridőnk, ami azt jelenti, hogy nagyon tartalmas veled a beszélgetés, és tudom, hogy még fogsz jönni, mert hát az Együtt magazinban is sokszor beszélgetünk rólad, meg hát ugye a Nálatok Mizu című műsorunkban is, mint állandó vendég. Úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok neked, és remélem, hogy ez az egyesület és a terveid meg a céljaid azok be fogják váltani azt, amit remélsz tőle, és hát tegyünk sokat ezért az ügyért itt a városban, én a magam nevében is ezt mondom, és hát sok sikert kívánok neked, köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, a mai vendégünk Lengyel Zsófia esélyegyenlőségi referens volt. Szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.